ennek nincsen jó megoldása a történetnek. Egyet a kisebbik rossz közül választhatunk, és a kisebbik rossz, hogy elfelszünk a bőrösszerződést. Bár nincsenek illúzióim, és az ítéletek már azelőtt elhangzottak, hogy engem meghallgattak volna, de azért szeretném elmondani, hogy ennek a plakátnak a megítélése azért alapvetően nem egy politikai kérdés, hanem egy jogi kérdés. Tehát az, hogy önök jelen pillanatban Józsefvárosban az én és az én általam vezetett, Józsefvárosban vezetett politikai közösség véleménynyilvánítási jogát korlátozzák, az egy jogi kérdés. Két dolog merül fel ezzel kapcsolatban, tehát hogyha leszeretnénk egyszerűsíteni a kérdést, akkor azt kell feltennünk, hogy ez a plakát törvénysértő vagy nem törvénysértő. Amennyiben törvénysértő, önöknek jogában áll, sőt kötelessége is intézkedni ezzel kapcsolatban, hogyha törvénysértést észlelnek. Amennyiben ez a plakát viszont nem törvénysértő, abban az esetben önök, visszaélve az önök jogosultságával az én alapjogomat, csorbíthatatlan alapjogomat, politikai véleménynyilvánításhoz való alapjogomat sértik meg. Nézzük meg, hogy mi a jogi helyzet ezzel a plakáttal kapcsolatban, és hogy az azon szereplő szavak, vagy maga az az ábrázolás, amit ez tartalmaz, ezzel kapcsolatban milyen jogi állásfoglalás született eddig, vagy született-e egyáltalán ilyen. Nem született. Tehát az, hogy ennek a plakátnak a tartalma jogsértő vagy nem jogsértő, azt egy bíróság tudná megállapítani. Erről bírósági döntés nem született. Tehát innentől kezdve önök azt csinálják, hogy a saját politikai véleményük, vagy az önök által vélelmezett, de nem a magyar jog szerint nem bizonyított törvénysértésre hivatkozva bontanak fel egy bérleti szerződést. Ehhez kapcsolódóan hasonló ügyekben azonban már született döntés. 2010-ben a legfelsőbb bíróság kimondta akkor, amikor a közmédia korlátozta akkor még a Jobbiknak a szintén politikai véleménynyilvánításhoz való jogát, hogy letiltotta a reklámfilmjét, mert nem tetszett nekik egy szó benne, erre hivatkozva visszautasították annak megjelentetését, tehát lényegében ugyanazt csinálták, mint önök, akkor a legfelsőbb bíróság egyértelműen kimondta, hogy ez jogsértő. Erre hivatkozva nem lehet korlátozni a politikai véleménynyilvánítási jogot. Bár nem ugyanez a szó szerepelt benne, most az én irodám falán a cigányország kifejezés szerepel, akkor a cigánybűnözés kifejezés szerepelt ebben a reklámfilmben, de maga a jogi tényállás tekintetében, a politikai véleménynyilvánításhoz való jog korlátozhatóságának tekintetében hasonló ez az eset. A másik, amire szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a rendőrség most sem indított eljárást, sőt, azt is mondhatnám, hogy a rendőrség nem velem szemben indított eljárást, hanem egyébként azzal a fiatalemberrel szemben, aki saját bevallása szerint is megrongálta ezt az irodát. Tehát nekem nagyon furcsa, hogy ezen a bizottsági ülésen ez nem téma, hogy az önkormányzat egyik irodáját valaki megrongálja, és ezt világgá kürtöli a Facebookon, illetve az RTL Klub kamerái előtt, és önöknek úgy gondolják, hogy semmilyen intézkedési kötelezettsége nincsen akkor, amikor az önkormányzat irodáját valaki megrongálja, de ez szintén az önök dolga. A politikai véleménynyilvánítás körébe tartozóan még egy példát mondanék, ugyanis a kormány propagandájában nagyon gyakran hallhatjuk azt a kifejezést, hogy nem lehetünk bevándorló ország. Na ez teljesen rímel erre, tehát hogyha az én plakátom jogsértő, akkor a kormányzatnak az a kommunikációja is jogsértő, amelyet hónapok, sok évek óta folytat. De még egy visszásságra felhívnám az önök figyelmét. Amennyiben önök úgy gondolják, és ez bebizonyosodik, hogy jogsértő volt ez a plakát, akkor a plakátot kell eltávolítatni, nem az irodabérleti szerződését felbontatni. Tehát ez megint egy kicsit az arányosság elvét rendkívüli mértékben túllépi, hiszen hogyha megtörténik az, akár más bérlők esetében,
hogy valami olyan tevékenységet végeznek, amely ellen az önkormányzatnak kifogása van, egyébként lehet kifogása, akkor sem azonnal a bérleti szerződés felfüggesztését vagy megszüntetését kezdeményezik, hanem a konkrét problémás ügy megoldását kezdeményezik. De mivel a jogi helyzet egyébként teljesen egyértelmű, ahogyan említettem, a rendőrség most sem indított eljárást a plakát ügyében, illetve a legfelsőbb bíróság már 2010-ben kimondta, hogy ilyen mértékű korlátozás egy alapjoggal szemben nem hajtható végre, nyilvánvaló, hogy politikai nézetkülönbség alapján fognak itt önök döntést hozni, amivel kapcsolatban semmi kétségem nincsen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Ebben az előterjesztésben még hangot nem olvasok arról, hogy ez bármilyen köze is volna ennek a plakátnak. Én azt olvasom, hogy ennek nem kifejezetten oka a kihelyezett plakát, amit én volna egyébként nem is láttam, mint hogy azt sem lehet, hogy megrongálta valaki ezt a kiratotot. De ha megrongálták, akkor azt érdemes lett volna bejelenteni a tulajdonos felé a mérdőnek. A magánvéleményre mondom most, a bevándorló az nem egy azonosítható kisebbség. Azt párhuzamba vonni a cigányozással, mondom magánvéleményem, azt szerintem nem járja. Az utolsó dolgot ezzel kapcsolatban szeretnék mondani, hogy az önkormányzat gazdálkodási körébe utalt ingatlannal kapcsolatban másképp képzeli el az ingatlan további hasznosítását. Ez a beszélgetés itt erről szól. Én csak azt az egy mondatot szeretném elmondani, hogy a Jólettvárosi Önkormányzatnak, mint tulajdonosnak kifejezett gazdasági érdeke, hogy a vállalhatatlanul viselkedő bérlőitől megszabaduljon. Fidesz KDNP vagyunk a szélsőségektől mentes politikai közösség, ez egyetlen nagy erő Magyarországon, ami ezt elmondhatja magáról jelen pillanatban. Minden módon visszautasítja a gyűlöletkeltés formáját a hazánkban élő kisebbségek, nemzetiségek, vallási közösségekkel szemben. Én azt gondolom, hogy ugye jogi kérdésekről volt szó, és kétségkívül igaz, hogy nem vagyunk bíróság, és nem is tudunk jogi tartalmú döntéseket hozni, de nekünk meg kell hoznunk azt a döntést, hogy morálisan mi a helyes, és én úgy ítélem meg, és a mi politikai közösségünk is úgy ítéli meg, hogy ennek csak ez lehet az egyetlen egy helyes és adekvált módja. Nekünk kifejezetten motivál minket a morális megfontolás, tehát én nem akarok kipcsákba macskát árulni. A döntésünk alapvetően ez alapján hozták meg. Többen a magánvéleményüket fogalmazták meg azzal kapcsolatban, hogy most ez a plakát vállalható vagy nem vállalható. Értem, hogyha önöknek az a véleménye nem vállalható, szerintem meg az nem vállalható, ami a Fidesz irodában folyik, mégsem rugatom ki a Fideszt a Józsefvárosból, tehát ez nem így működik, hogyha az egyik ember, a másik politikai véleményét vállalhatatlannak tartja, nekem meg a DK vállalhatatlan, meg sajnálom, tehát sorolhatnám. Ez egy más kérdés, mint hogy egy irodabérleti szerződést felmondunk. Valóban örültem volna, hogyha igaza van elnök úrnak abban, hogy ez egy szakmai bizottság és ez egy szakmai előterjesztés, amely nem kapcsolódik a plakáthoz, de hát éppen Sátli képviselő úr írta ki a Facebook oldalára, hogy ezért kezdeményezi ennek a napirendnek a felvételét. Tehát itt ez nem, ne tegyünk úgy, mint hogy ez nem ezért történik, de ez egy politikai ügy. Nem én csináltam belőle politikai ügyet, nem én hoztam ide, hanem önök hozták ide ezt a kérdést, és kifejezetten, tudatosan, politikai szándékokkal alátámasztva, amelyet a polgármester is megerősített, hogy igen, Piko András is úgy gondolja, hogy a politikai véleményem miatt ezt az irodabérleti szerződést fel kell bontani. Ha jó az önkormányzatnak, ha nem jó. Teljesen mindegy, hogy ebből önöknek mennyi bevétele van, hogy én mit csináltam ebben az irodában, saját költségemen felújítottam a konyhát, kialakítottam a mosdóhelyiségeket, számos olyan bútort hoztam ide saját költségemen, amelyből az önkormányzat tud profitálni, semmi gond, mert én igen, én azt szeretném, hogyha a józsefvárosi helyiségek, a józsefvárosi embereknek jobb lenne az élete, ezáltal ezt is megtettem, ahogy számos más egyébként nem politikai rendezvényt is tartottunk ebben az irodában, amelyre szintén nagyon sok józsefvárosi eljött, és a gazdasági részét sem szeretném kihagyni. Ennek az irodának, ahogyan egyébként az összes olyan irodának, amely országgyűlési képviselői iroda az országban, az értékét egy tőlem is, és az önkormányzattól is, vagy a bérbeadótól is független, az országgyűlés hivatala által felkért független értékbecslő állapította meg.
Tehát sem a bérleti díjba, sem semmilyen más költségbe nekem beleszólásom nem volt. És az önkormányzatnak sem. Tehát ezt el kellett fogadni. Innentől kezdve az önkormányzatnak én gazdasági kárt biztos, hogy nem okoztam. Másrésztről pedig, mivel ez a hivatal, az országgyűlés hivatala által is bérelt helyiség, ezért semmiféle bérleti díj elmaradásról sem lehetett beszélni az évek során, amíg ez az én képviselői irodám volt. Tehát itt valóban összefoglalva politikai döntés születik, amelynek semmi köze sem a gazdálkodáshoz, sem pedig a jogi helyzethez, mindezt figyelmen kívül hagyják. Köszönöm, hogy igen, nem is tartózkodásnak vezető teresztés szerint döntöttünk.